Most még régi nyomtatók és padok töltik meg a nyírpazonyi általános iskola udvarán lévő kazánház épületét. A közbeszerzés előtt álló projekt eredményeként azonban hamarosan egy közétkeztetést biztosító 200 adagos melegítő tálalókonyhát és 60 fős éttermet alakítanak itt ki. A beruházás mintegy 250 millió forintból a terület és település fejlesztési operatív programnak köszönhetően fog megvalósulni. Ezzel pedig a helyi iskolások régi vágya teljesül majd. Jelenleg a településen az iskolai tanulóknak a főétkezése úgy van megoldva, hogy átsétálnak az óvodának az ebédlőjébe, és az óvoda ebédlőjéből jönnek vissza a délutáni tanórákra. Ez oldódik meg azzal, hogyha ennek a pályázatnak a végére tudunk járni, és befejeződik a beruházás. Főétkezést akkor ebben a tálalókonyhában fogják lebonyolítani, és ami még jó hír, hogy gyakorlatilag a főétkezésen kívül lehetőség lesz tanteremként is használni magát a létesítményt. Erre azért van szükség, mert jelenleg telített az iskola létszáma, 370 diák napi szinten tanteremgondokkal küzd. A konyha jellegét megtartják, ezért csak a nem specifikus órákat tudják majd itt megtartani, például reáltantárgyakat. A Széni Károly magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskolában utoljára 2015-ben volt nagyobb felújítás. Ott a külső homlokzatnak és a tetőnek a szigetelése valósult meg, ha jól emlékszem, körülbelül egy olyan 150 millió forintos nagyságrendű értékben. És az iskolának van egy nyertes pályázata 1 milliárd forint értékben tanterem bővítésre. Ezelőtt állunk, és ennek a technikai részleteknek a kidolgozása történik, most is van folyamatban. A négy tanterem kialakítása már a tankerületi központon keresztül fog megvalósulni, de nem csak az iskolán végeznek időszerű felújításokat. Magyar Falu program keretében pályáztunk egy temetői urnafalnak a kialakítására, és erre nyertünk 6 millió forint értékű összeget támogatásként. 2011-ben építettük az urnafalunkat, amely sajnos betelt, úgyhogy a bővítése szükséges. Maga ez a pályázat még kivitelezés előtt áll, ennek még nem kezdtünk meg. Neki szeretnénk a most futó top pluszos projekteinket lezárni, és akkor utána belekezdeni ebbe a beruházásba. Az eddigi 24 férőhely mellé így újabb 24 hely kerül majd a nyírpazonyi temetőben.